Sziasztok, én Marcinyú vagyok, és meglett az 5000 feliratkozó, és ennek hihetetlenül örülök. Elképesztő ez a szám, hogy már 5000-en kattintottatok a feliratkozás gombra, és érdekelnek titeket a videóim. Ez szerintem őrületesen nagy dolog, és lehet, hogy sokaknak kevésnek tűnhet, de én erre is büszke vagyok. Úgy gondoltam, hogy így, hogy már 5000-en követtek, egy kicsit beszélhetnék magamról is, mivel eddig eléggé zárkózott voltam e téren, és elég kevés információt adtam ki magamról, inkább a videók témája érdekelt, illetve a videóim tartalmára koncentráltam, és magamról nagyon keveset beszéltem. És ha kérdeztetek is valamit, arra sem szívesen válaszoltam. És hát elég sok kérdés merült fel velem kapcsolatba, hogy ki lehetek én. Szerintem a nevemre már rájöhettetek, én. Marci Nyó, ugye, hát az Marci akar lenni, ami a Mártonnak a becézése, és innen jön ugye a Marci nyú, hát engem Marcinak hívnak, és lehet, hogy a jövőben ezt az inyót ezt le is fogom venni a videóimból. Simán Marci leszek, ő... Mit mondjak magamról? Hát 15 éves vagyok, ezt kérdeztétek talán a legtöbben, hogy hány éves vagyok. Hát igazából csak leszek ö, holnap, vagyis július 11-én. 15 éves, ja jelenleg Budapesten tartózkodom és élek. Itt a tianyos videó alatt kérdeztétek, hogy én ott lakok -e? nem, ott csak nyaraltam egy hétig. Szabad időmben szeretek videókat készíteni, ezt ugye 159 videóban már meg is mutattam nektek. Mondjuk itt a legújabb ebbe a, a, hogy is tűzgyűrűben késik a hang és ezt nagyon sajnálom, de nem tudtam megoldani, mert erről megfeledkeztem így hajnali kettőkor, amikor videóztam. Nézzük, hát gyűjtöttem én rengeteg dolgot az életemben, régi pénzeket gyűjtöttem, aztán most jelenleg filmeket gyűjtök, is ilyen mindenféle érdekes coca kólás, meg kólás üveget, de egyébként nagyon jók vannak és ritkák. Meg most kezdtem, már voltam a filmparkba, egyekibe, és ott elkezdtem gyűjteni ilyen forgatási helyszínekről cuccokat. Most például a Borgiák sorozatából van pár kellékem. Aztán mi van még? Hát négy évig fociztam, ha térünk rá a sportra. Majd úsztam is egy kicsit, bár nagyon-nagyon keveset. És ebben az évben floorballoztam, ami olyan, mint a hoki csak terembe, ha valaki nem tudná, és nem görkorcsójával, ha ezt valaki megkérdezné csak ütővel és olyan labdával, ja is nem koronggal, hanem ilyen műanyag labdával. És jövőre el fog kezdeni evezni, mert az most így a Dunán nekem nagyon bejönne. A floorbolt azért hagytam abba, mert le akartak igazolni, bár is én meccsekre nem akartam menni, úgyhogy azt így hagytam is. Ö, én egy Beringer c egy u mikrofonnal veszem fel a hangomat már, kb. úgy egy-két hónapja, a mikrofon 16 ezer forintba került, az állvány, amit használok hozzá, olyan 2000 lehetett szállítási költséggel mondjuk meg volt a ezer is szerintem. A pop filter, ami ugye a nyál mikrofonhoz érését és ezáltal elromlását küszöböli ki, legalábbis szerintem ebben még nem nagyon mélyedtem bele, de azt hallottam, hát ez volt ilyen 4000 forint körül a pop, pop filter, bocsánat. Én inkább egy csendesebb, visszahúzódóbb típusú ember vagyok, de ha valamilyen, hogy is fogalmazzak, szer hatása alatt állok, akkor eléggé el tudok lazulni. Hát fogalmazzunk így, fogalmazunk így. Szeretem az olasz kaját, az olaszokat, és jövőre olaszul is fogok tanulni az új iskolámba. Szeretek egyébként még biciklizni, ilyen túrákra járni, meg a geocaching nevű Sportot vagy, ez nem tudom, hogy sport, de olyan, tehát a geocaching is szeretek. Uh -huh. És hát sokat is szoktam, mondjuk mostanában nem annyira. Elég rondán írok, szinte olvashatatlan, úgyhogy ezért inkább gépelek, ha van rá lehetőségem. Kedvenc filmjeim, ezt is nagyon sokan kérdeztétek. Az egyik az a Social Network, a közösségi háló, amely a Facebook megalapításának a történetét meséli el, és az egyik kedvenc színészem játszik benne, a Jesse Eisenberg, nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Azt is írtátok sokan, hogy nagyon szar az angolom. Érdekes, de tényleg az. Egyébként nem nagyon tudok angolul, de remélem, hogy a előkészítő évben majd normálisabban megtanulok. Aztán még milyen filmek vannak. A lendet szeretem, még azt szerintem egy nagyon jó vígjáték, horror vígjáték, a Harcosok klubja is nagyon jó. A Bluff, Guy Ritchie, Ryan közlegény megmentés az egyik favorit, és az erő krónikája, amely hát nem mindenkinek tetszik, tehát ilyen kettő embertípus van, aki utál és aki imádja, hát én az utóbbiba tartozom, vagyis nem, bocsánat, én szeretem, tehát ezért mondtam, hogy a kedvenc filmjeim között van. Nézzük, milyen kérdésekre nem adtam még választ, ami nem videózáshoz kapcsolódik, és titkoltam, vagy leszartam a kérdést, hát kedvenc játékaim a Call of Duty és a Company of Heroes, meg a Sima Heroes, az utolsó kettő az stratégiai játék, az egyik második világháborús, a másik meg igazából egy fantazi, világban játszódik, és azt hiszem már hat része jelent meg. Én a négyel meg a hárommal játszok, játszottam, az öt már nem, nem tetszett annyira. Company of Heroes meg a második részét most fogom megvenni hamarosan. Call of Duty-ból a kettő volt a kedvencem, illetve a négyet szeretem, de Black Ops 2 is szoktam. A Modern Warfare 2 nincs meg egyedül, MV3 az, az nem kötött le annyira, nem tudom miért, azzal, az gyorsan így Xboxon volt meg, de azzal nem sokat játszottam. Black Ops 2 már PC-re van, meg azzal szoktam játszani most, hogy jobb netem lett. Hát igen, az internetem egy megabites volt, de most már 60 lett, de vigyáznom kell a megabajtokkal, mert 30 gigabajtig korlátoz. Sajnos, ahol én lakok, oda nem lehet jobb neted felvezetni, pedig eléggé jó helyen van, szóval nem értem. Kb. 4-5 éve foglalkozom videókészítéssel, és felnőtt koromban vagy forgatókönyvírással szeretnék foglalkozni, illetve vagy operatőr akarok lenni, ha ez sikerül. Hát de ez ugye nagyon sokat kell még fejlődnöm és tanulnom. Megteszek mindent, ami tőlem telik. Sony Vegas használok vágáshoz, bár ezt erre már szerintem válaszoltam. Frepszel veszek föl játékot, illetve bendikemmel, ha úgy alakul. A Skype-ot is bendikemmel szoktam általában felvenni, hogyha csak ilyen videósok reakcióját kellett, vagy ilyesmi. Ja, és egyébként a legtöbb videósra nem ápolok túl jó kapcsolatot, mert a mindegy, az nem publikus. A lényeg az, hogy úgy Egonnal talán jóba vagyok, bazinaggyal, meg ilyenek, de úgy nem jellemzőrem. Aztán... Hát az arcomat a legnagyobb ok, hogy nem mutatom meg Az az, hogy nincs elég önbizalmam hozzá, meg úgy nem is nagyon akarom, mert nem, nem látom értelmét most ott, látjátok akkor, mi van, okosabbak lettetek tőle, nem? Ö, mindig új videóknál kicsit ver a szívem, mert ilyen... Ö, kétes, tehát kétesélyes a dolog, hogy milyen reakciója lesz a nézőknek, vagyis nektek az új videóknál, és azért izgulok folyton, amikor feltöltök egyet, és egyébként ezt a tűzgyűri előre töltöttem fel, szóval bármit is írtam most, hogy mit csináljak, vagy ilyesmi, az már késő. Hmm hát vannak olyan videók, amit egy négy hétig is csinálok, bár nagyon van, tehát így elhanyagolom. Csomó projektemet sokáig hanyagolom el is. Hát az jellemző rám, hogy egyszerre rengeteg dologba kezdek neki, amiből az legtöbből semmi nem lesz a végén. Rengeteg példa van erre. De általában ebből nagyon sok projektből egy megszokott szokott valósulni, ami is sikerül is. Hát Minecraftozni nagyon sok ember bánatára nem szoktam csak videó kedvéért szoktam belépni a Minecraftba. Kezdjük most. A szerverem paródia azért nem nincs még fenn, mert nem találtam hozzá normális énekes szóval. Ha tudtok valakit, vagy jól énekeltek ti, vagy te, aki ott nézed, akkor nyugodtan írjál rám itt Youtube-on, és megbeszéljük a tört, megbeszéljük a dolgokat. Egyébként a hangom most meg ugye azért nem vagyok annyira összeszedett, mert nem vagyok túl fit. Elég fáradt vagyok, ha mi azt illeti, itt nem sokat aludtam, szóval. És hát én nem, nem nagyon. De hát láttam, hogy meglett az 5000 feliratkozó, és gondoltam, enny ennyivel tartozok nektek. Öhöm. Hát az életben sokak szerint nem vagyok túl megbízható, tehát elfelejtek dolgokat, meg kettő dolgot beszélek meg általában, aztán az egyikre nem megyek el, és nem, nem hozom el, amit kért az ember, nem készülök fel, sötöbb. Egyébként most készülök egy forgatókönyvvel, melyet egy Minecraft animációs filmmel fogok megvalósítani, ha minden jól sikerül. Ami, ami rengeteg munka lesz, tehát ez több év, mire el fog készülni ez a Minecraft animációs film. És tehát nagyon profi lesz az egész, és terveim szerint jól fog sikerülni. De hát ki tudja még mi lesz. Na hát így egyenlőre szerintem elég ennyi információ rólam. Ha többre vagytok kíváncsiak, csak kommenteljétek. És ha olyan a kérdés, akkor most az egyszer a videó alatt válaszolni fogok. Tehát mindegyikre szinte, minden egyes kérdésre válaszolok. És tényleg bocsánat, hogy én összeszedetlen vagyok. De nagyon-nagyon fáradt vagyok, és 5000 feliratkozót ezt most nem akartam így így elsiklani fölöttem, mert ez nekem nagy szám. Na, ennyi lett volna, remélem megtudtátok azokat, amiket eddig nem tudtatok. Sziasztok!